Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 teljesen nevetséges összeesküvés elméletet gyűjtöttünk össze. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a különös és furcsa konteókat láthatjátok, amelyekben viszonylag sok ember hisz. 10. Saddam Hussein csillagkapuja. Stargate. 2003-ban az Egyesült Államok megtámadta Irakot azzal az ürüggyel, hogy Saddam Hussein tömegpusztító fegyvereket rejteget. Nos, számos összeesküvés elmélet hívő szerint ezek a tömegpusztító fegyverek okozták volna a legkisebb problémánkat, hiszen egyesek úgy vélik, hogy Saddam igazi fegyvere egy csillagkapu volt. A csillagkapu egy olyan eszköz volt, amelyet az ókori sumérok hagytak a területen, és lehetővé teszi az emberek számára a kommunikációt űrlényekkel, szóval az amerikaiaknak közbe kellett avatkozniuk. Szóval, ha mi lehet ennek az elméletnek, akkor George W. Bush megmentett minket az első intergalaktikus háborútól. Well, so why is the military so interested in 5000-year-old Egyptian tablets? 9. A vörös hajúak, földön kívüliek leszármazottai. Oh, sick! Gross! A vörös hajú emberek mindig is különösek voltak, mert genetikailag különbözőek. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. A jellegzetes hajszínük mellett a vörös hajúak elvileg bizonyos betegségekre is érzékenyebbek, kevésbé fájdalomtűrőek, ennek hatására pedig sokkal nagyobb valószínűséggel utálnak fogorvoshoz járni is. Ezek pedig mind-mind tudományosan alátámasztott tények. Viszont vannak, akik valamilyen érdekes logikával magyarázzák ezeket a különbségeket. A vörös hajúak egyértelműen azért különböznek másoktól, mert egy másik világ teremtményei, akiket évezredekkel ezelőtt küldtek a Föld bolygóra. 8. A hold nem létezik. Egy gyönyörű este nem teljes, egy kis holdfény nélkül. De ne tévesszem meg a fénylőgömb az égen. A hold valójában nem is létezik. Ez a kerek dolog ott valójában csak egy hologram, amelyet minden este ismeretlen emberek ismeretlen okokból kivetítenek az égre. Bár ez az elmélet eléggé homályos, mégis elég sokan támogatják. A híres összeesküvés elméletek feketeövese David Icke is helyesli ezt, és kitart amellett, hogy a hold méretei és súlya abszolút félrevezető. I'm saying it's broadcasting something, that it acts as a blocking frequency that makes stops us seeing and perceiving things that we would normally perceive. Mi több, Icke szerint nem is egy hologramról van szó, hanem inkább egy űrhajóról. 7. Űrnácik. Nincs is egy jó összeesküvés elmélet űrlények nélkül, vagy nácik nélkül. Nazis. I hate these guys. Sok elmélet létezik a harmadik birodalommal kapcsolatban, de kétségtelenül ez a legfurcsább. Úgy tartják, hogy 1942-ben a nácik űrhajókat építettek és a holdra utaztak, ahol katonai bázist építettek és űrlényekkel találkoztak. Szerencsére az Egyesült Államok megmentette a helyzetet és meg tudott állítani egy újabb potenciális intergalaktikus inváziót, csak úgy, mint 60 évvel később Irakban. Na, de felmerül a kérdés, hogy hol vannak akkor ezek a hírhedt űrhajók? Hát természetesen az Antarktika jegében elrejtve. 6. Barack Obama, az Antikrisztus. A Biblia szerint az Antikrisztus a gonosz megtestesülése, amely a sátán messiásaként jelenik majd meg. Ahogy az várható volt, egyes összeesküvés elméletek hívei úgy vélik, hogy az Antikrisztus már hosszú évek óta köztünk él, az Egyesült Államok volt elnökének álcázva önmagát. Nem ez az első őrült összeesküvés elmélet, amely Obamát érinti, és valószínűleg nem is ez volt az utolsó. Egyesek azt is feltételezték, hogy képes irányítani az időjárást, és hogy ő állt a 2013-as Oklahoma állambeli Moore-i tornádó mögött, amely 24 ember életébe került. Hát, ez eléggé antikrisztusi cselekedetnek hangzik. I don't know anything about that plan. I don't know what you've been reading. 5. A Föld üreges. Felejts el mindent, amit földrajzórán tanultál, a Föld közepe valójában üreges. Vagyis egyes összeesküvés elmélet hívők így gondolják. A Föld középpontjának eléréséhez két portált használhatsz. Ezeknek mindegyike az egyik póluson található. A Föld belsejében vikingek és természetesen nácik leszármazottai élnek, akiket évek óta földön kívüliekkel tévesztünk össze, vagy ha már itt tartunk, nevezzük őket földön belülieknek. Ez az elmélet egyébként nagyon ellentmondásos, főleg ha a népszerű laposföld hívőket kérdezzük, akik azt próbálják bebizonyítani, hogy a Föld valójában nem kerek, nem is üreges, hanem valójában lapos. 4. A Beatles soha nem is létezett. Jó
Jól hallottad, a történelem legnagyobb rockbandája soha nem létezett. A The Beatles csak egy nagy összeesküvés, amit egy kiváló rejtélybe burkoltak. Ha te is támogatod ezt az elméletet, akkor azt mondod, hogy a The Beatles valójában egy hamis zenekar volt, amely csak színészekből állt. Az évek során John, Paul, George és Ringo szerepét különböző színészek játszották el, és csak és kizárólag a legügyesebb teóriagyártók tudják megkülönböztetni őket egymástól. Ennek az elméletnek a bizonyítása érdekében George Harrison bal kezére, vagy John Lennon anyajegyére fókuszáltak. Egyeseknek mennyi szabad idejük van? Harmadik, a dinoszauruszok építették az egyiptomi piramisokat. A kreacionisták úgy vélik, hogy a dinoszauruszok valójában együtt léteztek az emberekkel, és ott voltak Noé bárkáján is. Vince Fenek, evangélista lelkész és a máltai, gyorsított keresztény akadémia igazgatója ennél sokkal tovább ment, és azt mondta, hogy az Ószövetség is említi a dinoszauruszokat. Valójában ezek a dinoszauruszok, amelyeket dinoszauruszoknak nevezett, segítettek az egyiptomiaknak felépíteni a nagy piramisokat. Sajnos a keresztény akadémia, ahol tanított az úriember, 2012-ben bezárta a kapuit az alacsony létszám miatt. Ezzel pedig véget vetett Fenek professzor impozáns dino óráinak. Második, a nagy hadron ütköztetőt egy egyiptomi isten megidézésére építették. Egyes, különösen fantáziadús elméletgyártók szerint a világ legerősebb részecske gyorsítóját egy egészen konkrét okból építették. A túlvilág, a halál, az élet és a feltámadás ókori egyiptomi istenének Ozirisznek az újjáélesztésére. A hívők azt próbálják sugallni, hogy sok hasonlóság van a CERN részecske gyorsítója és a TAVER között, ami egy ókori egyiptomi objektum, amelyet Ozirisz eszköznek is neveznek. Valójában ők azt gondolják, hogy a nagy hadronütköztetőt egy ősi technológia alapján építették. Állítólag a TAVER lehetővé teszi a dimenziók közötti utazást féreglyukakon keresztül, amelyeken át Ozirisz is utazott az alvilágban, a részecske gyorsító pedig pontosan ugyanezt teszi. A bizonyíték erre pedig az, hogy Shiva hindu istenség szobra a CERN területén található. Hogy ez hogyan bizonyítja mindezt, azt ne tőlünk kérdezd. Mielőtt felfednénk az első helyezettünket, íme néhány vigasz díjas. Siri képes megjósolni a világ végét. Jay-Z egy időutazó vámpír. A denveri repülőtér minden gonosz epicentruma. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a gyík emberek irányítják a világot. Felmérések szerint az Amerikai Egyesült Államokban körülbelül 12 millió ember gondolja úgy, hogy a kormányt és a világot a gyík emberek irányítják. In simple terms, there is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity, they've turned humanity into a slave race. Ezek a lények vérszomjas, hüllőszerű humanoidok, akik képesek megváltoztatni a megjelenésüket, és nyilvánvalóan ők irányítják a világot. Ismételten David Icke neve merül fel, aki szerint a gyíkemberek jelentik a legnagyobb veszélyt a mai társadalomra. A megerősített gyíkemberek listáján szerepelnek Clintonék, a Bush család, de még II. Erzsébet brit királynő is. De hogy hogyan lehet felismerni egy gyíkembert? Nézd mélyen a szemükbe, ne pislogj, és akkor felfedik a valódi énjüket. Ti hisztek valami olyasmiben, amit mások teljes őrültségnek tartanak? Ismertek még ezekhez hasonló összeesküvés elméleteket? Írjátok meg nekünk kommentben, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!